a közoktatási intézmények, vagy a nappali ellátó intézmények valamilyen szinten irányítják a szülőket, hogy mondjuk egy óra, kettő óra környékén vigyék el a gyermeket az intézményből. Ettől kezdve a családból egy fő nem tud igazán elhelyezkedni, dolgozni, mert sajnos az a tapasztalatunk, hogy Magyarországon nincs még meg az az igazán elfogadott munkakultúra, hogy 4 órás és 6 órás alkalmazásba is fogadjanak embereket. Vizdár Lőci Gizella, az Első Manók Egyesület elnöke értékelte az autizmussal élő családok nehézségeit egy korábbi anyagunkban. A betegséggel való együttélés a társadalom és benne az oktatási intézményrendszer számára is sok esetben megoldhatatlan feladatot jelent. Elsősorban egy szemléletváltás az nagyon-nagyon fontos, tehát a nyitottság és a befogadási készségnek a kialakulása ez a legeslegfontosabb, úgy érzem, hogy mindenki megértse azt, hogy ezt a problémát nem tudjuk elkerülni, ezzel mindannyiunknak együtt fontos élni, csak az nem mindegy, hogy milyen minőségben. Az autizmus világnapján ennek a minőségnek javítására hívják fel a figyelmet szerte a világon. Ellátás területén sajnos elég nehézkes itt a helyi lehetőség. Országos szinten is különben eléggé hiányterület az autizmus specifikus ellátás, itt helyben is, de az Első Manók Egyesülettel azért törekszünk, és azért csináljuk ezeket a programokat, hogy létre tudjunk hozni egy autizmus specifikus ellátást itt helyben is, ami az érintett családok mindennapjaiban tud segítséget nyújtani. Kék sütik, kitűzők és transzparens. Banyhádon egy sétával fejezték ki támogatásukat az általános iskolások és a gimnazisták az autizmussal élőkért. Nem nagyon tudjuk ezt átélni, tehát mutattak nekünk egy videót, hogy milyenek az autista gyerekek, hogyan élnek, hogyan élik meg a körülöttük lévő emberek ezt az egészet, és hát azt kell, hogy mondjam, megérinti az embert. Az iskolában egyre több az autista gyerek, mondják a gyógypedagógusok. Ezek a gyerekek egy kicsit mások, máshogy kell hozzájuk viszonyulni. Ezek a gyerekek olyan dolgokat nem értenek, ami egy átlagember számára evidencia. Ahogy a filmben is elhangzott, azt, hogy valaki beszél hozzájuk, azt ő nem egészen érti. Nem tudja, hogy miért pont neki beszél. A súlyosan érintettek egész életük során ápolásra szorulnak, míg a jó képességűek egyénileg változó támogatásra. A szakemberek szerint, ha kisgyerekkorban megfelelően szocializálunk, a betegség elfogadására akkor egy olyan játék jön létre, melyben mindkét fél győztes lehet. Ma Magyarországon közel 100 000 ember él autizmusban.